megy a nap lefelé, az ég alja felé. Ott jönnek a gyerekek, a 21 évesek, a kaszárnya felé. Bemegy a szobába, ráül a vaságyra, burahajtja a fejét, tulatjaja kenyejét a vaságy karjára. A keleti Kárpátokban a csiki havasokból Moldvába futó Tatros folyó völgyében szétszórt havasi településeken él a gyimesi csángóság több ezres népcsoportja. Őseik a túlnépesedett csiki falvakból a 17. századtól kezdve vándoroltak ki, és költöztek erre a lakatlan erdős hegyvidékre. A gyimesi csángók elzártan a hegyek között élnek, így máig megőrizték régies, székelyes táncaikat. Tánckultúrájukat a kárpáti mellett a szomszédos moldvai hatások is alakították. A gyimesi zenekar archaikus összetétele, játékmódja és dallamkincse a régi csiki székely zene leghívebb bőrzője. Egy hegedűs, ahogy gyimesben mondják, muzsikás, és egy ütőgardonyos játszik együtt, rendszerint a prímás és a felesége. A gyimesi népviselet még ma is a középkor jellegzetességeit őrzi. Ilyen a férfiak fehér szőttesből vart hosszú kívül hordott inge és szűk nadrágja. Az egyszerű szabású ing új végei finoman hímzettek, széles derekát mintázott bőrövvel fogják le. Az ingre báránybőrből készült, szépen kivarrott mellest vesznek. Régebben a geometrikus hímzés mintákat kedvelték, újabban a virágos motívumok jöttek divatba. Ezeket házilag szövik, varják, díszítik. A viselet jellegzetes darabja a keskeny karimájú kipuposított kalap, amelyet a gyimesi legények a legutóbbi időkig kedveltek. A nagy területen szétszórt gyimesi településeken sok zenészre volt szükség, még a legutóbbi időkig is több cigány és paraszt hegedűs működött. Sajnos ma már csak néhány hegedűs ismeri a régies stílust. Szerencse, hogy Zerkula bácsi és a többi idős prímás a legapróbbakat megtanította a régi fortélyokra. A női viselet is megőrizte a középkori jegyeket. Az inget széles, gazdag mintázatú szőttes övvel szorítják le. Ezt azonban eltakarja a rákerülő lepelszoknya, a katrinca, amit vékony kézi szőttessel, bernyitszel csavarnak körül. A lányok is hordják a báránybőrből készült varrottas mellényt, amely a viselet legnívesebben kimunkált darabja. Díszítése évekig is eltarthat. A gyimesi csángók táncélete igen gazdag. 35 féle táncalkalmat és 30 táncfajtát ismerünk. A tánc egész életüket, mindennapjaikat is átszövi. A gyermekek részére télen serketáncot és kosarasbált, nyáron pedig gyermeklakodalmat rendeztek. Gyimesben a legutóbbi időkig a közösen végzett munka akaláka is alkalmat adott a táncra. A munka végén a gazda táncmulatságot rendezett. Jellegzetes gyimesi szokás volt a lopókaláka. Ha a gazdának elfogyott valamilyen terménye, bált szervezett, amelyen a résztvevők a szükséges termékkel fizettek. Tartottak pityókalopó, kenderlopó vagy sajtlopó kalákákat. Manapság a régi zenekarokat egyre ritkábban hívják muzsikálni.
A gyerekek között azonban sokan vannak, akik meg szeretnék ismerni ezt a lassan elfelejtett, különleges kultúrát. Ők szívesen tanulják meg nagyszüleik táncait, énekeit. Verbunk. Három lépő. A motívummal oldalirányba csak keveset mozogjatok. A figura ritmus képlete tititá, tititá. A hangsúlyt mindig a tára helyezzétek. Figyeljétek meg az archív felvételen az apró csípőfordításokat. Ügyeljetek a változatos, gazdag kézjátékra. Oldalaprózó. Ez a figura a három lépő hosszított változata, ritmus képlete ti-ti-ti-ti-ti-ti-tá. Figyeljétek meg, hogy Csaba a kilépő lábbal sarokra, a követő lábbal pedig teli talpra lép. Az aprózó ritmus képlete nem kötött. Hosszát szabadon változtathatjátok, így még színesebb lesz a táncotok. Hátravágó. A gyimesi hátravágót egy helyben, teli talpon, szűken, de magas lábfelkapással táncoljátok. A gyors tempót csak feszes csípővel és lazat érdekkel tudjátok kitáncolni. Előre fűző. Az előre lendülő láb mindig keresztezze a hátra mozduló támasztó lábat. Az előre vágott Csaba egy helyben járja, de lehet haladni is, ahogy Kicsikóta Károly mutatja. Taps lábcsapó. Ennél a csapásnál kis terpezben ugorjatok oldalra úgy, hogy mindkét lábatok egyszerre érkezzen a földre. Figyeljetek a figurát kísérő törzsjátékra is. Figyeljetek a szűk terpeszre és a feszes tartásra. Így lesz igazán stílusos ez a gyimesi figura. Oldal lábcsapó. Figyeljétek meg, hogy ennél a csapásnál a kéz szinte nem is mozdul, hanem a lábfej emelkedik a tenyérhez. A figurát tapsokkal díszítsétek, jobb és bal kézzel is csaphattok, és meg is fordulhattok magatok körül. Csapás.
A jellegzetes csapásokkal díszített verbunk, vagy más elnevezéssel huszárverbunk, csángóverbunk, cigányverbunk, virtuóz szóló férfi tánc, ezért csak kevesen tudják. A zenész előtt külön rendelésre járják a táncszünetekben. A verbunk zenéje nem a régi kanásztánc dallamokhoz, hanem az újabb verbunkos stílushoz kapcsolódik. A tánc a székely verbunkkal mutat rokonságot, de annak egyszerűbb, kiforratlanabb formája. Gyimesi sajátosság, hogy a legényes táncokra jellemző csapásoló, szökkenő motívumok mellett a verbunkban is megjelennek a dobogós, ropogtatós figurák. Érdekesség, hogy egyszerűbb lépésekkel az asszonyok és lányok is szoktak verbunkozni. Most nézzük meg, Csaba hogyan fűzi össze a megismert figurákat. Lassú és sebes magyaros. Pihenő. A pihenő alapmotívuma kétlépéses csárdás. A lassú magyarosra a régies aszimmetria jellemző. Könnyebben ráérezhettek a ritmusára, ha előtte visszatapsoljátok a gardon 9-16-os lüktetését. A fiúk az egyszerű lépést toppantásokkal, ropogtatással díszíthetik. Ez külön kiemeli a tánc sajátos dinamizmusát. A felvételen láthatjátok, hogy a pihenő zárt és nyitott összefogódzással egyaránt táncolható. A lépést a dobogáson kívül lábcsapásokkal is díszíthetitek. Forgás. A forgás belső lábbal indul. Az aszimmetrikus lüktetés ellenére a lépés sima marad.
A testtartásra és a fogásmódra is ügyeljetek. A vállak teljesen párhuzamosak legyenek, a lány karja feszüljön rá a fiú mellkasára. Irányváltások forgásban. Ne kapkodjatok! Lendületesen, de biztosan forduljatok a belső lábatokon. Ez a záloga a szép és nyugodt forgásnak. A fiú az irányváltásnál ezt lépi. Jobb bal, jobb szűn, bal jobb kilép és balra forgás. A lány irányváltása később követi a fiújét. Jobb bal, jobb bal, jobb szűn és balra forgás. Az irányváltásnál egy kicsit lazítsatok a szoros fogáson, de a lány ne engedje el a fiú felkarját. Oldalra kilépve, egymástól kissé eltávolodva, forduljatok az ellenkező irányba. A forgás feszes és lendületes legyen. Irányváltás dobogással. Az irányváltást díszíthetitek ropogtatással is. Ugyanazt a ritmust topogjátok ki, amit a pihenőben már megtanultatok. Forgás közben törekedjetek arra, hogy a lányhoz közelebb lévő lábatok helyben maradjon. Ez lesz a forgás tengelye. A táncosok szinte tolják maguk előtt a levegőt. Ez adja a forgás karakterét. Visszatérés pihenőbe. A háromszori forgás után ismét pihenőt táncoljatok. A forgás lelassítását követően egy vagy két oldal lépést tegyetek, hogy a zenei egységekhez illeszkedjen a pihenő lépés. A filmen jól látható, hogy a lendületes forgás milyen lágyan simul bele a pihenőbe. Sebes magyaros. Bekezdő. A bekezdő lépés ritmusa tit-tit-tá. Egymással szemben, teli talpon, simán táncoljátok. Nézzétek meg, hogy az archív felvételen a középső pár a bekezdővel szabadon változtatja helyét. Forgás. A lány és a fiú a bekezdőben egymás tükörképei, ellentétes lábbal lépnek. Amikor forogni kezdenek, a lány tátá lépéssel igazodik párjához, így mindketten jobb lábbal kezdik a forgást. A jobb oldali páron jól látható, hogy a lendületes forgás ellenére táncuk harmonikus marad. Irányváltások forgásban. Ennél a variációnál a lépés nem változik. A forgás lelassul, majd fogást váltva ellenkező irányba indul. Nézzetek meg egy másik variációt is.
Itt az irányváltás ritmusa ti-ti-tá-tá-tá. A hangsúly a váltás után is a belső lábon marad. Vigyázzatok, hogy tánc közben ne csoszogjatok. A forgást, vagy ahogy gyimesben mondják sírülést, jobbra-balra, majd ismét jobbra táncolják. A középső férfi táncát többféle ritmusú forgással gazdagítja. Figyeljétek meg, milyen szálfa egyenesen tartja magát. Próbáljátok meg ti is. Forgás variáció. Ezt a motívumot gyimesben seggelésnek hívják. A táncosok egymással szembefordulnak, majd a bekezdő lépésével egyre gyorsabban sírülnek. Ezt a lépést a forgással ellenkező irányba is indíthatjátok. Erősen kapaszkodjatok egymásba, mert ezzel a variációval sokkal lendületesebb lesz a forgás. A lassú és sebes magyarost mindig egymást követően járják. Nézzétek meg, hogyan táncolják ezt a gyimesi gyerekek. Csárdás. Thank you.
pihenő és forgás. A lassabb és gyorsabb tempójú csárdás felépítése motívumai hasonlóak a lassú és sebes magyaroshoz. Az eltérés csupán a tánc lüktetésében és a kísérő dallamokban van. A forgásnál a csárdásban tá-tá ritmussal, belső lábhangsúllyal lépünk. Az archív felvételen láthatjátok, hogy a karok a csárdásban is a mellkasra feszülnek, a vállak párhuzamosak, a néni szinte beledől a forgásba. Figyeljétek meg, milyen lágyan fordulnak át egyik irányból a másikba. Irányváltás forgásban. Az irányváltás lépése más a fiúknál és más a lányoknál. A fiúknál jobb-bal jobb, bal jobb és balra forgás. A lányok lépése jobb, bal, jobb, szűn és balra forgás. Akkor jó a váltás, ha az ellentétes irányú forgásnál ismét a belső lábra kerül a hangsúly. Az archív felvételen a lányok a fiúk lépésével fordulnak. Természetesen ez is jó, használhatjátok ti is ezt a változatot. Forgásvariáció. Ezt a motívumot a sebes magyaroshoz hasonlóan a csárdásban is táncolják. A fiú a forgást leállítja, a lányjal szembefordul, és ti-ti-tá lépéssel forognak. Csaba itt a forgáslépés irányát megtartva táncolja ezt a variációt. Az archív filmen Dénes bácsi ezzel a motívummal a forgás irányát is megváltoztatja. Az idősebbek így táncolják. Visszatérés pihenőbe. A forgások után visszatérünk a pihenő lépéshez. A fiú feladata, hogy lefékezze a forgás lendületét, és határozottan vezesse a pihenőt, a kétlépéses csárdást. A pihenőt mindig a táncfolyamat kiinduló pontjának tekintsétek. Ebből építsétek tovább a csárdást. Figyeljétek meg, hogy a tanultakon kívül még milyen szép megoldásokat használhattok táncotok színesítésére. Ropogtatás. A variációkban gazdag dobogások nem csak díszítő elemként, hanem önálló táncfolyamatként is megjelennek a gyimesi táncokban. Ezt hívják ropogtatásnak. A lábatokat erőteljesen csapjátok a földhöz. Ne a térdeteket, csak a sarkatokat emeljétek fel. A lépések szűkek legyenek. A törzs szinte mozdulatlan, kicsit fordulgat. A számtalan változat közül most a páros lábas toppantást láthatjátok. Ennél a figuránál se ugorjatok el a földtől, csak a sarkatok járjon. A ropogtatást mindig a zenekar előtt táncolják. Egyszerre csak egy fiú dobog. Rövid szóló után megforgatja a lányt, és átadja helyét a következő párnak.
Nézzük meg, Csaba és Lóránt hogyan táncoltatják meg a lányokat. Kettős jártatója és sérülője. A páros táncok legarchaikusabb formáját, ritmikájában és fogásmódjában a kettős őrizte meg. Vezetgetés. A kettős jellegzetes szinkópa tátá ritmusát a gardon adja. Ezt lépik ki a táncosok. Tapsoljátok vissza, majd ti is próbáljátok eltáncolni. A fiúk lépése szűn jobb, szűn bal, jobb, szűn bal, szűn jobb, bal. A lány minden ütésre lép, a tákat hangsúlyozva.
jobb bal. A kettős jártatóját a párok egymás mögött sorakozva kézfogással köríven táncolják. Ez a forma is a középkort idézi, átmenet a lánctáncok és a páros táncok között. A férfi vezetgeti, jártatja a nőt. A párok előre többet haladnak, mint hátra. Lányforgatás kar alatt. Az egyszerű lépést több módon díszíthetjük. A hátralépésnél a fiú a karja alatt megfordíthatja a lányt. A lépésen ne változtassatok, csak forduljatok meg magatok körül. A férfiak a fordítást időben már a visszaindulás előtt elkezdik, hogy párjuknak ne kelljen hirtelen perdülni, csak folyamatosan fordulni. Vezetgetés toppantással. Fiúk előrefelé kidobokhatják a gardon ritmusát. Jobb-jobb, bal-bal, jobb. Figyeljétek meg, hogy Dénes bácsi párja jobb kezét fogja. Így is lehet a jártatót táncolni. Vezetgetés térdeléssel. Az igazán ügyes táncosok az előrehaladás végén hirtelen letérdelhetnek, majd rögtön felemelkedve folytatják a táncot. Figyeljetek arra, hogy a térdelés nem lehet hosszabb egy tá ritmusnál. Itt Csaba kétszer is letérdel. Nehéz, de nagyon látványos figura. Próbáljátok meg ti is. A kettősnél a figurázás nem akadályozhatja a párok egységes mozgását és a lány vezetgetését. Nézzétek a férfiak változatos törzsmozgását, karlendítéseit. Vezetgetés légbokázóval. A légbokázót először külön gyakoroljátok. Figyeljetek, hogy a terpesztoppantás hangsúlyos, erőteljes, a bokázás a levegőben viszont könnyed legyen. A második légbokázó után bal lábra érkezzetek vissza. Csak ha már jól megy, akkor illeszétek be a motivumot a jártató lépésébe. A kettős jártatót itt úgy láthatjátok, ahogy azt a bálokban, lakodalmakban táncolják. Figyeljétek meg a kör előrehaladásának tempóját, a férfiak díszítéseit, törzsmozdulatait, a karalatti forgatásokat, a kéztartást. A kettős alatt csúlyogatni szoktak. Járj előttem lábujjhegyen, hagyj vigyelek át a hegyen.
Ti is tanuljatok gyimesi csúlyogatásokat, hangulatosabb, szebb lesz a táncotok. 2. sírülője. Vezetgetés. A fiúknak a lépés ritmusa ugyanaz, mint amit a jártatóban megtanultak. Itt a lányok is ugyanazt lépik. A kézfogást zárt összekapaszkodás váltja fel. A sírülőben a tánc tempója felgyorsul. A körforma felbomlik, a párok nem igazodnak egymáshoz, szabadon táncolnak. Forgás, sírülés. A forgás mindig jobbra kezdődik. Lépése a fiúnak és a lánynak egyaránt jobb-bal, jobb-bal, jobb, jobb-bal, jobb-bal, jobb. A lépést jobb lábon állva kis szökkenéssel kezdjétek. Nézzétek meg az átmenetet a vezetgetésből a sírülésbe. Forgás dobogással. A fiúk itt is toppanthatnak, lábukkal kidoboghatják a ritmust. A jártatóban megtanult figurákat, légbokázót, térdelőst itt is táncolhatjátok. Ilyenkor kicsit tágabban fogjatok össze, hogy legyen elég helyetek. Irányváltások forgásban. A váltásnál a párok kicsit lazítanak a fogáson, irányt és lépést váltanak, majd ismét szoros fogással az ellentétes irányba forognak tovább. Az irányváltás lépése megegyezik a vezetgetőjével. A forgást az új irányba is a belső lábbal kezdjétek. Irányváltás dobogással. A sírülőben is jellegzetes a topogás, dobbantás. Használják forgás közben vagy irányváltásnál. A csárdáshoz hasonlóan a sírülőben is simán forognak. A gyors tempó és a szökkenő lépések ellenére a test függőlegesen alig mozog. Ti se ugráljatok. Irányváltás párelengedéssel. Ennél a variációnál ugyanazt lépjétek, mint az egyszerű irányváltásnál, de a fiúnak a forgásból kifelé a lánytól el kell fordulnia. Kisívben forduljatok, egy ütem alatt vissza kell érni párotokhoz. Az előtérben táncoló pár mindkét tagja kifordul az irányváltásnál.
A bácsitól ritka figurát láthattok, a szökkenést légbokázóval díszíti. Visszatérés vezetgetésbe. A háromszori forgásból a vezetgetésbe határozottan, lendületesen térjetek vissza. Itt különösen fontos, hogy figyeljetek egymásra. Nézzétek meg, hogy néhány egyszerű motívum variációival milyen gazdagon improvizálnak a gyimesiek. A Tücsök zenekar muzsikájára a kettős jártatóját és sírülőjét Enikő, Kati, Csaba és Lóránt táncolják.